nézzünk meg egy programot, egy mintát azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehet C-sharpban elágazást készíteni. C-sharpban az elágazásra két típus van, az egyik az if elágazás, amikor megvizsgáljuk, hogy igaz a feltételünk, ha igaz, akkor azt a részt fogjuk lefuttatni, amely az if ágban szereplő utasítások, amikor pedig hamis lesz a vizsgálat eredménye, akkor az else ágban lévő utasítások futnak le. De most én egy olyan programot fogok veletek megírni, amelyben három lehetőség lesz, tehát több ágú elágazást fogunk készíteni. Én bekértem már a felhasználótól egy számot, amelynél nem feltételeztem, hogy csak egész számot fogadni, ezért double típust használtam, amit mint látjátok. Ezt az A számot fogom most vizsgálni az if feltételében. Az if után, miután leírtuk ezt a kifejezést, egy zárójel párt kell tennünk, hiszen általában a feltételeket, meg hát a paramétereket is kerek zárójelbe szoktuk írni. Ide írjuk be azt, hogy ha az A számunk egyenlő mondjuk nullával, ugye van egy ilyen lehetőségünk, hogy az A pontosan nulla lesz, se nem pozitív, se nem negatív, abban az esetben kiírhatjuk azt, hogy az A számunk, vagyis a számunk, az pontosan nulla, tehát ugye ide írok egy konzol bright line utasítást, és ide beírom ezt a lehetőséget, hogy a szám pontosan nulla. A következő lehetőség, mert hát ugye nem csak ez az egy van számunkra, az else ág lesz, vagyis, hogyha nem teljesül ez a feltétel, hogy az A nulla, akkor átugrik a program az else ágra, és az else ágban lévő utasításokat fogja majd végrehajtani. Na de, ugye én szeretném, hogy ne csak két ágú legyen a programom, hiszen még lehet negatív is a szám, és lehet pozitív is a számom. Tehát most fogok egy újabb if vizsgálatot elindítani, és az újabb if-ben egy újabb feltételvizsgálatot fogok kezdeményezni. Ez azt jelenti, hogy megnézem, hogy az A számom mondjuk nagyobb-e, vagy kisebb-e, mint nulla. Hogyha kisebb, mint nulla, akkor azt kell kiírnom, hogy a szám az negatív tartományba esik, és hogyha nagyobb, mint nulla, akkor pedig azt fogom kiírni természetesen, hogy a számom az pozitív. Tehát, hogy a szám negatív, az következik most, mert hogy ugye a számom kisebb volt, mint nulla. Na de, hogyha ez az ág sem fut le, akkor az azt jelenti, hogy ennek az if-nek, amit ide beírtam, lesz egy újabb hamisága, vagyis azt else-nek nevezem. Ebben az else-ben én már nem fogok egy újabb vizsgálatot csinálni, hanem, mint látjátok, csak egy kapcsolzárójel párt fogok letenni, amelyben beírom az utolsó sort, ami meg fogja mondani pontosan, hogy a számom az pozitív. Miért is igaz ez? Hát azért, mert ugye ismereteink szerint egy szám az negatív, pozitív, vagy pontosan nulla most ebben a kontextusban, vagyis hát ebben a vizsgálatban. A végéről nem szabad lehagynunk a program lezárását, a readkit, ugye erre azért van szükség, hogy a konzolunk ugye kimerevedjen és lássuk a kiírt eredményt, mert különben ugye bezárulna. Na nézzük, hogy mi történik, amikor lefuttatom a programot. Hát kér egy számot. Mivel nem egész számot kértem, csak kipróbálom, hogy mi történik, hogyha nem egészet írok be. Például beírok most egy tizedes vesszőt, ugye vesszővel, mert Magyarországon vagyunk, és egy nem egész számot elfogadta, és kiírta, hogy ez egy pozitív érték, hiszen nem volt előtte előjel. Ez eddig nagyon jól működik. Most futtassuk le újra, hiszen minden ágat érdemes kipróbálni, ugye a nullát is. A szám pontosan nulla. Ez is jól működik. Boldogok vagyunk, aztán utána megnézzük, hogy a mínusz, vagyis negatív számokra is igaz ez a dolog. Hát tényleg igaz, felismerte, hogy ez egy negatív érték, tehát nagyon jól működik a program.